Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Hát, úgy néz ki, hogy meggyógyultam. Kettő teljes nyomorult napra, mert hogy három napja torokgyulladásom van, és most már az orrom is bedugult a torkom. Most úgy, ahogy rendben van, úgyhogy le tudok ülni videózni, az tegnap este óta nem fáj, hál' Istennek. Tehát úgy tűnik, ez az évendé csak még szarabb lesz. Hol van még az év vége, még csak február van. De ne aggódjunk, itt van nekünk az újabb frissítés Marley farmjában. Nem tudom miért nem tudnak már leszállni róla, mert hogy jövő héten is egy Marley farmos frissítés következik. A lényeg, hogy ezt a csodálatos paripámat szinte még nem is láttátok szerintem. Bemutatom nektek Darkót, akit sikerült felhúznom a Star Stable Horses abban. És most ki is fogom edzeni, mert már nem kell neki sok, 1000 XP kell, addig... Ami azt jelenti, hogy 350 XP-t fogunk nyerni ebből az új versenyből, további 250-et kapunk, ugye a másik verseny mellett, és akkor a hordókerülés is kapunk 125-öt, úgyhogy ha minden igaz, utána már csak egy verseny kell megcsinálni, hogy Darko elérje a 15-ös szintet, és nem sokára ráfekszek majd a többi ló kiedzésére is, mármint hogy a 15-ösre, mert már nagyon régen volt maxolós videó, és úgy érzem, hogy éppen itt az ideje, hogy újabb legyen, és elnézést kérek az orrhangomért, de hát ne haragudjatok, nem tudok vele mit csinálni, és úgy gondoltam, hogy ha már később kell mennem dolgozni, hála a Covidnak egyébként megint, kicsit felborult a beosztás, így volt időm feljönni és megcsinálni ezt a csodálatos frissítéses videót, és megnézzük, hogy mi ez az új verseny. A lényeg az valami arról volt szó, hogy Marley rengeteg zöldséget rendelt be, és hogy ez nem vészhet kárba. Saláta, meg hagyma, meg krumpli. Ó, szervusz, Beatrice! De hogy szereted a krumplit? Főzve, püréként, vagy pörkölthöz? Pörkölthöz krumpli. Hát erről így még annyira nem hallottam, bár tudom, hogy vannak, akik úgy eszik, de na mindegy. Miért akarom tudni? Nos, a régi időkben egy krumpli fesztiválként is, mert közkedvelt ünnepet ünnepeltünk. De azok a hittetlenek a faluban alábecsülték a burgonya nagyszerűségét, és úgy döntöttek, hogy úgy, ahogy volt, megszüntetik a fesztivált. Hát mit szólna ehhez a jó öreg apám? Egyébként nekem hiányzik az a krumpli fesztivál, azt szerettem. Tök jó pofa volt ez a verseny. Már 11 éve nincs velünk, úgyhogy neki egyetlen napot sem kellett végig szenvedni a krumpli fesztivál nélkül. Igazán arra számítottam, hogy visszatér majd az ünnep. A bátyám bárni minden zöldséget leszállított, amire szükségem lett volna, de most itt állunk fesztivál nélkül annyi zöldséggel, hogy meg se tudom enni. Természetesen főzhetnék egy jó kis pörköltet, de akkor meg kellene hívnom a fivéreimet, ami azt jelenti, hogy Courtney-t is meg kéne hívnom, és mindketten tudjuk, hogy már így is túl gyakran itt lebzsel. Egyszer egy évben pont elég. Hé, esetleg csinálhatnánk krumpli elemeket. Azzal beindíthatnánk azokat a furcsa találmányokat, amelyeket Carly próbál összeeszkábálni. Még akár Big Bonnie is hasznunkat venni. Vagy várjunk csak, ti imádtok versenyezni Darko barátoddal, nem? Meg is van. Építek egy pályát, ahol együtt ugrathattok. Készen az? Indulás! Jó van. Jó, hogy már kész van? Jó. Rendben, és attól, mert mi ugrabugrálunk fölötte, a zene tetszik. Attól, mert ugrabugrálunk fölötte, nem fog elrohadni? Csak kérdezem. Oké. Okay. Jaj! Na, a következő alkalommal megpróbálom majd szebben. Most melyik oldalról kell? Aha! Jó, tehát sűrűn kell az X-et nyomogatni, mert elég remekbe szabott fordulók vannak. Jó, van, oké. Okay. Össze fog ez így jönni. Szépen lassacskán. Megpróbálok majd valami rövidítésszerűséget is össze kábálni valamikor. Ó! Oh! Jajjaj. jó, ez eddig okés. Mindig örülök az új versenyeknek egyébként. Bár most már szeretnék valami újat is. Mondjuk főtörténetet Edának okáért. Na. Gyerünk! És még apa azt mondogatta régen, hogy ne játsszak az étellel, ne áruld el senkinek, de Barneynak van egy titka arra, hogy tartsa a zöldségeket frissen örökké, úgyhogy ha valamikor szeretnél visszajönni és újra kipróbálni ezt a versenyt, előhozom a zöldségeket és újra felépítem neked a pályát. Jééééé! Megválaszolta a kérdésemet. Na, jó van. Lássuk akkor. Gyerünk! Figyeljünk akkor oda, megpróbálok koncentrálni. Oké? Okay. Oké, okay. Nyomtunk egy X-et. Ja,
Jó, itt most pont nem kellett volna, de mindegy. Hatunk, megint egy X-et nyomunk. És ha minden igaz, akkor... Ja, nem, itt még nem. Azt igen. Ezt akartam kipróbálni, hogy erre le lehet rövidíteni. Nem? És akkor... Aha. Ja, itt is, itt sem árt egyébként nyomni egy X-et, mert könnyebben be lehet venni az akadályt. Na, nem is lett olyan rossz. Rosszabbra számítottam, ha lehet így mondani. Na, egyébként azért Darkot hoztam. Közben megyek vele tovább. Szóval azért hoztam Darkot, mert neki kell a legkevesebb. Összesen 900 XP-re van szüksége. Ami hát ugye 350 XP-vel már kevesebb. És akkor arra gondoltam, hogy mégis azért ő van legközelebb a célhoz, és már elég régóta itt van nálam. Pontosabban amióta csak... ja, amióta... Nem tudom, mit akartam mondani. Amióta az abba berakták, azóta nálam van gyakorlatilag, hiszen pár nap elég volt ahhoz, hogy bekerüljön a listálomba. Véglegesen. Ez a bíbor hírek szett egyébként nagyon bejön nekem, most rájöttem, elég sokat hordom. Hogy a következő Sexy Time-os videóban szerintem ez lesz az első majd, amit bemutatok. Már ha eljutok odáig, hogy lesz Sexy Time-os videó. De meglátjuk. Na, mi megcsinálom a hordó futamot, és akkor megnézzük, hogy mennyi fog kelleni pontosan, mert nem akarom túl bonyolítani a dolgot. Hogyha úgy van, akkor lehet, hogy elég csak a nyuszis kihívást megcsinálni, és akkor legalább meg tudom mutatni nektek, hogy hogyan kéne végigvinni. Az én módszeremmel legalábbis. Mert hogy van már nagyon sokféle. Ez jó, amiben jó időt tudtok futni rajta, de én megmaradok a saját begyakorolt dolgomnál. Na, azt mondja, hogy mennyi XP-k kell. Ó! Oh! Hát akkor nem fogom a nyuszisat megmutatni nektek, hanem elmegyünk Steve-re mondjuk. 250 XP-t ad nekünk. És nem kell a bárónőig elmászni azért, hogy leadjam. Viszont... Maga a verseny az jó. De van megint egy verseny. Komolyan mondom, ebben az évben megnéznénk, hogy eddig milyen frissítések voltak, hogyha egész évben ezt tervezik. Ezt csinálják, hát nem tudom, hogy hányan fogunk maradni 2023-ra, akik játszani fogunk. Mondjuk én már csak a lovak miatt is egyébként szeretek kockulni ezzel a játékkal, de hát ettől függetlenül azért így hagy némi kibárni valót magam után a dolog. Na. Nem baj, most legalább megmutatom, hogy hogyan kéne végigvinni ezt a Steve utamos pályát. Elég sok rövidítés van rajta egyébként, és szerintem ettől is olyan érdekes. Én jobban szeretem ezt az új pályát, mint az előtte lévőt, bár azon jobb időt futottam, ugye, mert rövidebb volt. Nem csinált ekkora ívet, de nem bánom egyébként. Mindig kell egy kis újdonság, úgyhogy egyáltalán nincs ellenvetésem. Az újítások fele, csak ne vegyék el a játéknak a, ezt a kis megmaradt részét se, ami még így a régebbi időkből van. A magam részéről én szeretek nosztalgiázni egyébként, és azon is gondolkodtam, hogy csokorba fogok szedni ilyen kis élményeket majd tőletek, hogy mik voltak a legjobb élményeitek, amiket így a játék során szereztetek, de nem mostanában, hanem ilyen nosztalgikus élmény. Most. Úgyhogy majd fogok ezzel kapcsolatban kirakni egy posztot, de azt majd csak akkor, hogyha eljutok odáig, ez most csak egy kis spoiler volt. De kíváncsi vagyok, hogyha már így posztoknál tartunk, hogy szeretném, ha ez az Marco Magla 15-es, őt is befejeztem végre. Szóval szeretném, hogyha megírnátok majd nekem, hogy mi a véleményetek erről az új pályáról. Nekem, hát mi megszokhattátok, nyilvánvalóan nekem tetszik, tehát az tudnék, hogyha azt mondanám, tetszik. De hát nyilván azért nem ez a verseny lesz a legélesebb a fiókban. Minden esetre én minden kis újdonságnak örülök.
úgy ennek is, mert tényleg azért sokszor azért nem jövök föl lovat edzeni, mert egyszerűen annyi a megszokott pálya, és már egyszerűen tényleg sokszor azon kapom magam különben, hogy el vagyok bambulva, elgondolkozok, és ilyen 2-3 percek kiesnek nekem a játékból, amikor nem tudom, hogy értem át egyik pályáról a másikra. Tehát, hogy most nem tudom, hogy így nagyjából értitek, hogy mit mondok, de már olyan szinten monoton, hogy ezekre az újításokra nekem szükségem van, mert különben nagyon nehezen állok neki. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, írjátok meg a véleményeteket ezzel kapcsolatban, és kíváncsi vagyok, hogy csak én vagyok így összerakva, vagy nem. De hogy nekem ez így nagyon, nagyon furcsa, és még hát azért sokszor nagyon nehezen veszem rá magam arra, hogy megcsináljam rendesen a dolgomat, de ettől függetlenül ezek az új versenyek segítenek. Csak tényleg most már jó lenne valami újdonság, egy kis főtörténet, vagy valami más, akár valami más, ilyen kicsit hosszabb, ilyen küldetés sorozat. Akármi. Na mindegy, befejeztem a rinyálást, bemutattam nektek ezt az új versenyt, hát majd megpróbálok kicsit jobban belerázódni, aztán meglátjuk, hogy a későbbiekben mit bírunk vele, meg mit nem. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, már elköszönök tőletek, mert nem akarom, hogy még jobban bedurranjon a torkom. Most még egyelőre nem fáj, de mint mondtam, kell mennem dolgozni, és nem örülnék neki, hogyha addigra elmenne a hangom. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem. Írjátok meg a véleményeteket a videóval kapcsolatban, meg mindennel kapcsolatban, amiről beszéltünk, és akkor legközelebb találkozunk. Valószínűleg hétvégén töltök föl számotokra videót, és meglátjuk, mert még azt sem tudom egyelőre, hogy milyen videó lesz. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és akkor legközelebb találkozunk. Sziasztok!